tavaly évben rekordszámú autó készült az Audi Hungáriánál, összesen 160.206 darab, ebből 28.093 volt a TT Coupé és 7.417 a TT Roadster. Már egy ilyen autót próbáltunk ki, mégpedig az Eto kézilabdázójával, Görbic Anitával, és még mielőtt bárki azt hinné, hogy szigorúan szakmai szemmel teszteltük, az felejtse is el. Anita vezetett, közben pedig szóba került minden, ami az autós élményeivel kapcsolatos. Nézd meg, hogy mivel lettünk meg téged, hogy Audis vagy, de te egy teljesen más típust használsz. A Q7 az nem is nagyon hasonlított a Roadsterhez. Úgy elsőre, hogy tetszik, milyen? Egyáltalán nem hasonlít rá. Nagyon-nagyon tetszik, a színét nagyon-nagyon eltalálták. Úgyhogy szerintem biztos nagy élmény lesz. Most kipróbáljuk, hogy ez a végülis a TT-knek a legújabb változata, de majd én a vezetés élményre leszek kíváncsi. Jó, rendben. Vezeted, megyünk vele egy kicsit, aztán elmondod, hogy milyen helyzet. Jó, rendben. Gyorsan nem fogok menni, mert a megfáltam. Tudod, ez a kabrió érzés, meg az, hogy át tudott tolni a tetőt, azt nem őszre meg télre találták ki, de akkor kipróbáljuk így is. Nagyon-nagyon kényelmes. Ez volt az első benyomás. A hangja igaz, hogy még nagyon lassan megyünk, de már nagyon-nagyon tetszik. A sebességet azt így nagyon szereted? Hát így, hogy már anyaként így most már eléggé visszafogtam magamat. Persze előtte azért úgy szerettem a sebességet. Kaptam egy, vagy hát vezettem ugye egy A7-est egy évig, és nekem az hatalmas élmény volt egy évig vezetni, úgyhogy abban meg már ki is használtam, hogy 313 lóerős, úgyhogy ezért egy-kétszer úgy kipróbáltam az autópályán persze, meg hát ugye hazafele az előzéseknél, ami ugye eleve megnyugtató, hisz sokkal bátrabban mertem belemenni az előzésekbe. Elég sokszor vagyok késésbe. Főleg mondjuk most, így hogy Boldizsár már ott van nekünk. Most ugye Q7-est használok, ugye pont ezért, hogy egy családi autót, meg hát tényleg, hogy férjen bele minden. De azért a Q7-essel is, hogyha későbben vagyok, akkor azért gyorsan vezetek. Az Audi az új TT Roadstert két turbófeltöltéses motorral küldi versenybe, egy TDI és egy TFSI erőforrással, míg a TTS Roadsterben egy erőteljes TFSI agregát gondoskodik a lendületes vonóerőről. Elődei képességeit alaposan felülmúlják a 184 lóerő és a 310 lóerő közötti teljesítményükkel, és az üzemanyagfogyasztás tekintetében pedig alulmúlják azok adatait, tehát jobbak. Nagyon büszke vagyok, hogy idáig elérhettem, hogy például egy, ugye, hogy itt játszatok Győr, és ugye, hogy az Audi támogatja a klubot, és ezáltal ugye minket, játékosokat is az autókkal. Lehet kérni, hogy milyen kategóriás, és hogy milyen autót kérjünk. Szoktam gondolkodni, de megmondom őszintén, nagyon nehéz, nem mindegyiket élvezem. Élveztem a TT-t, élvezem ezt is, élveztem a Q7-est, A6 Allroad, A6, A3, tényleg minden autóba ültem, és nehéz választani. A legjobb az ebben az egészben, hogy úgy vezettek, hogy nincsen jogosítvány nálam. Úgyhogy megyünk vissza a Q7-esen, és kiveszem a jogosítványomat. Most jutott eszembe. Ezt majd azért nem. Parkolóba mentünk. Különleges fénypontja a TT harmadik nemzedékének a digitális műszeregység, mely elsőként nyújtja az összes információt közvetlenül a vezető látókörében. A típus új kijelző és kezelő rendszerét már több díjjal kitüntették, közöttük volt az év belső tér innovációja elismerés is. Ami nagyon tetszik, most látom, az index, ilyen Nike Rider. A márka egy másik innovációja az a dinamikus irányjelző, amellyel a fény abba az irányba fut, amelyik felé a vezető irányváltoztatási szándékát jelezte. Most felhúztuk a tetőt, úgyhogy így hajtjuk meg egy kicsit. Neked a sportautókkal kapcsolatban nincs ilyenkor az az érzésed, hogy egy kicsit ilyen dobozban ülni, hogy ilyen nagyon sötét vagy, ezzel egy semmi problémát, teljesen jól lehet látni mindenfelé. Nekem nagyon kényelmes, vezetni nagyon jó,
igaz, gödörben még nem mentem bele, nem tudom mennyire üt, de nagyon kényelmes. Igaz, hogy csak két személyes, de hát ez már a sportautóknál ilyen. De nekem ez most nagyon-nagyon tökéletes. Hogyha autót választanál, akkor mik azok a szempontok, ami alapján dönteni? Mert nőkre szokták ugye azt mondani, az elsődleges szempont az, hogy milyen a színe. De nálad gondolom nem. De. Komolyan. Hát igen, ha a biztonság megvan, utána a legfontosabb a szín. Egy csodálatos autó, egy rossz színválasztással nagyon szegényem, nagyon csúnya tud lenni. Akkor nem beszéltem én akkor a hülyeséget. Nem, egyáltalán nem, úgyhogy tényleg az nagyon fontos. Ugye a TT Roadsterről is, mint a TT Coupéról, az új generációjáról tudni kell, hogy a legutolsó csavarig az itt készül Győrben, úgyhogy rájuk is nagyon-nagyon büszkék lehetünk, mert mintha minden győri büszke ugyanúgy az autókra, ezekre a Roadsterekre, mint ahogy mondjuk rátok is, részvebbe csapatra. És nektek ugye nagyon szoros a kapcsolatotok az Audival, nem csak azért, mert vezetitek ezeket a gépeket, hanem azért néha bele is láttak így, hogy mi történik ott belül. Ez így igaz, nagyon nagy élményben volt részünk, egy másfél éve hittem az előző szezonban. Pont ezeket a motorokat mi is készíthettük, és nagyon-nagyon jó csapat összetartó nap volt, vagy délelőtt. Akkor valaki a világon elmondhatja magáról, hogy egy olyan autóban ül, amik a világ egyik legjobb autójában, aminek a motorjához köze van, tevőlegesen is a világ egyik legjobb kézlabdázójának, úgyhogy... Ez így igaz. Nagyon ott van. De reméljük, hogy ezt a motort nem tették bele. Szégyen ide, szégyen oda, még soha nem jártunk az idén 10. alkalommal megrendezett Oldtimerson, így hát a budapesti vasúttörténeti park felé vettük az irányt, hogy egy kicsit korosabb járgányokkal találkozzunk. Mint kiderült, az Oldtimer Show Magyarországon egyedülálló látványosságokkal is szolgált. Megtaláltuk például a legidősebb autót, amely 118 éves, elektronika és biztonsági öv nélkül, vakerekekkel. Egy gyönyörű Mercedes mellett állunk, ez a tiéd, és azt mondtad, hogy egy felújított autó, a történetét ismerjük meg egy kicsit. Régóta szerettem volna, mert van egy 1973-as Roadsterem is, és hogy két autó legyen egy családból. Így úgy gondoltam egy jó pár évvel ezelőtt, hogy beszerzek egy ilyen SLC-t is. Németország mellett találtam meg, internetes hirdetés alapján 2011-ben. Akkor megvásároltuk, hát nem így nézett ki, hanem ettől sokkal fáradtabb állapotba. Két és fél éves kemény munkának köszönhetően jött létre ez az állapot, amit látható. A 70-es, 80-as években ezek képviselték a Mercedesnek a sportautós ágazatát. Ez a 2.8, ez egy soros 6 hengeres 185 lóerős motor, ami alapvetően az akkori kornak megfelelően egy elég erős, gyors autónak tekinthető volt, és mindenféleképpen ezt a kasznit elég jól bírja vinni a mai napig is, nyugodtan oda lehet állni a mostani modern autók mellé is, ilyen értelemben akár gyorsulásba is, végsebességre is.
Ezzel a karosszériával nem csak ez az egy motortípus létezett, volt több a 4-es, 4-es felestől egészen az 500-asig. Nekem ez sikerült megszereznem, nem volt alapfeltétel az, hogy most csak V8-ast keresek. Nagyon szeretem, egy nagyon megbízható, üzembiztos járgány a mai napig. Ezzel az autóval tavaly én Brescát megjártam a Mille Miliára, elmentünk nézőként. És abszolút úgy tudunk vele közlekedni a forgalomban, mint a mostani autók, amelyekkel most közlekednek az emberek. Ugye 4 tárcsafék van rajta, nagyon, nagyon jó, nagyon korrekt a futóműve, stabil, erős, pörgős motorja van, ugye soros 6-hengeres, dupla vezérmű tengelyes autóról beszélünk, 185 lóerő azért az magáról beszél olyan értelemben, hogy most nem kell szégyenkezni. Összességében 100 darabos minimál szériában készült sportkocsi, ami meglepő, de a volt kelet-németországi területen készült. Egy családi vállalkozás, a Melkus család, akik hát számtalan nagyon jó képességű mérnökkel gazdagították az emberi társadalmat, az ő fejlesztésük és az ő kézi gyártásuk is volt. Ez egy műanyag karosszériás autó, aminek az alapját és a technikai vázát egy Wartburg adja. Ebben az autóban egy összvisz 1000 köbcentiméteres Wartburg motor van. Ez kb. 85 lóerőre képes, ami viszont az autó alig 850 kilójánál, azt gondolom, hogy nagyon jó sport eredményekkel kecsegtethetett abban az időben. A 100 darabból tudomásom szerint körülbelül 45-50 létezik még. Kapcsolatot tartanak a Melkus barátok, illetve a németországi Melkus klub. Időintervallumát tekintve 1969-től 1979-ig épült maga a kocsi. Akkori ára, Kelet-Németországról beszélünk, tehát kelet-német márkáról 24 ezer márka volt, ami egy igen tetemes összeg. A formája az nagyon különleges ennek az autónak, hogyha ránézünk, akkor a rikító sárga szín mellett ugye ez az, ami elsőre feltűnik. Én nem is tudnám más autóhoz hasonlítani, ezt másolták valahonnan, vagy ez teljesen eredeti? Maga a design, fogalmazunk akkor így, az teljesen házi gyártású. Természetesen azért a 60-as évek végéről beszélünk, tehát maga a formaterv az egyértelműen visszaköszön a különböző olasz, illetve a francia sportkocsikból, tehát ez akár lehetne egy Ferrari is, akár lehetne valamilyen Renault derivátum, vagy egyéb valamilyen minimális kis szériában készült akkori korabeli sportkocsi. Ha Bugattikról beszélünk, főleg régebbi Bugattikról, akkor azt hiszem, hogy vakmerőség, stílus, ilyen szavak juthatnak eszünkbe. Mi az, amit erről az autóról például tudnunk kell? Ez egy 1927-es 43-as Grand Sport. Egy nagyon-nagyon ritka autó, a maga idejében is ritkaságnak számított. A technikai paraméterei alapján ez egy soros 8-hengeres, zsákhengeres hengerenként 3 szeleppel felülszelepelt királytengeres kompresszoros motor, 2,3 literes űrtartalommal. Ugye 1927-et írunk, a 130 lóerő azért az egy igen-igen jelentős erő volt abban az időben. Sebváltója az egy 4 sebességes váltó, az öntömege, lévén, hogy nagy részt ugye fa, illetve alumíniumból áll az autó, 970 kg. Tehát 970 kg per 130 lóerő. A legnagyobb sebessége még egyszer, 1927-et írunk, 200 km/h vagy a fölött volt. Nem is a gyorsulással volt baj, a nagyobb bátorság azt gondolom, hogy a megálláshoz kellett, ugyanis madzagfékes az autó. A évek Magyarországa, nem túlzunk azzal, hogy a világ közepe, nagyváros, világváros. A Bugattihoz is azért van köze az akkori Magyarországnak.
hogy nem Magyarországon a levéltári dokumentumok alapján Bugatti képviselet működött a belvárosban. Név szerint ismerünk 76 olyan tulajdonost, aki a 20-as, 27 és 38 között Bugattit vásárolt Magyarországon Bugatti tulajdonosként. Értékek tekintetében ez körülbelül ugyanaz, mint hogyha a mai Magyarországon ugyanebben a létszámban Bugatti Veyronok szaladgálnának. No, nem ugyanaz a publikum. Ez 10 éve kezdődött a történet, akkor vettem az első ilyen autómat Németországból. Egyébként Datsun modellekről van szó. Ez a 70-től 78-ig évjáratú kocsikról beszélhetünk itt a kiállításon. Ami mellett állunk, ez speciál egy 77-es modell. Az jellegzetes 70-es évekből egy sportkupéról van szó. Hosszú orr, rövid hátsó rész, hátul egy eléggé mélyen és hátul elhelyezkedett üléshelyzet. Egy jó erős motorral és nagy stílusértékkel fűszerezve. Egyértelműen az amerikai piac számára készült az autó. Ez a 70-es évek Amerikája, ez igazából erről szólt. A csajozás, a bulizás, itt a cigi nők, de két ülés van. Tehát pont azért készült, hogy két ember számára élményt nyújtson. Pici csomagtér, tényleg egy ilyen igazi kiránduló sportkupé. Amit tud egy ilyen autó? A 70-es modell az 150 lóerő volt, ez a 77-es modell ez 170. Na most ehhez ugye hozzáadjuk ezt a 1000 kilót, ami 1050 kiló, ami a súly, az elég jó arányt ad. Tehát gyorsul a kocsi rendesen. Nézzünk a használt autópiacon, és egy olyan típust találtunk, egy olyan márkának, egy olyan típusát, ami nagyon-nagyon népszerű. Mitől? Szerintem az elején lévő propeller. Attól, hogy BMW. Szép, egybe van. Látszik, hogy német tulajdonosa volt. Egyébként tényleg az. Ha használt autót akarok venni, és betévedek egy kereskedésbe, mert én ebben bízom, akkor mi az, amit meg kell nézni? Feltétlenül hallgatni kell a kereskedőre, vagy pedig azért járjuk körbe jól az autót? Én azt gondolom, ránk mindenképpen hallgatni kell. Azt szoktuk javasolni mi az ügyfeleinknek, hogy ne sajnálják azt az 1-2 tízezer forintot arra, hogy szakszervizre vizsgáltassák be az autót. Viktor már beült az autóba, nagyon várja, hogy startoljunk, aztán majd el is mondja róla a véleményét. Vigyorogjál csak, igen, vigyorogjál, megyünk, jó? És akkor indulhatunk, aztán nyomhatod a gázt. Elsőre ez a BMW nagyon jó választásnak tűnik, de ez a ránézés, meg az első tapasztalat. Viktor, mit kell tudni először is erről az autóról, amit most próbálunk? Van egy különlegesség, ez biztos. Legalább van a 2000-es motor. Ugye ez egy 116i típusú BMW, 2009-es, ha jól gondolom. Igen. Ez az érdekessége, hogy 116i és mégis egy 2000-es benzines motor van benne, ugye ez a láncfelvarráskor került ebbe a típusba, de elég visszafogott teljesítménnyel, tehát 122 lóerővel, de persze majd meglátjuk, hogy azért szerintem van benne azért kraft, amennyi kell. Ez az egyik érdekesség, hogy 2000-es benzines, a másik pedig, hogy a hátsó kerék hajtás. És sajnos ez már a BMW-nkben is lassan ebbe a méret kategóriába kivesző félben van. De 2004-ben, amikor ezt bemutatták, ezt a típust, ezt a kis egyest, akkor ez nagy előnye volt, és unikumnak számított, hogy ebbe a kategóriába, a kompakt kategóriába van hátsó kerék hajtású modell. Mitől lesz valaki BMW, és meg miért lehet szeretni nagyon ezt a típust, és aztán konkrétan azt, amiben ülünk? BMW-ről mindenkinek a sportos autók jutnak az eszükbe, hát ez
egy az említett hátsó kerékhajtás, a másik, hogy az egész felépítése az autónak, tehát ahogy az egészet megtervezik, az mind a sportos vezetésről szól. De ugye a mai követelménynek meg kell felelni, tehát azért nyilván méretben, a maga kategóriájában mindegyik most már azt nyújtja, mint a konkurencia. Itt a kis egyesnél viszont majdnem mindent félretettek, tehát tényleg van egy ilyen nagyon kompakt, szinte városba használható méretű utastér meg külső méret, és benne van a technika. Tehát viszonylag nagy motorok, jóváltó, feszes futómű, szinte minden, nagyon jó kormányzás. Nekem tetszik ez a letisztult belső, hogy ebben még nincs az a touchscreen őrület, meg előttem is LCD, hanem itt igen, itt van két kis óra, és akkor látod a fordulatszámot, meg a sebességet, és kész. Akkor vezetési élményre milyennek tűnik így elsőre? Hát most, hogy kicsit gáztat adunk, mert eltűnt a rendőr. Ez itt tudja. Azért így, hogy négyen ülünk benne, azért érezni, hogy csak 122 lóerő, de azért egy jó kis benzines, tehát itt még szívó motorról van szó, nincsen túl bonyolítva, és hát ugye ne felejtsük, hogy ebből a blokkból 170 lóerőt is kihoztak, tehát azért lenne itt bent tartalék, csak hát nyilván azért kevésbé bonyolult a vezérlés, amit rátettek meg, az elektronikával tudják szabályozni, bocsánat, még szoknom kell a kuplungot, azért néha csúsztatok, mint az öregek. Mosolna vagy. Ja. Egyébként jó, azért nyomatékos a motor, tehát itt jön ki a nagy köpcent, de azt hiszem, hogy pedig eléggé a nyomaték is ilyen 160-80 Nm, valahogy így, de ebbe is azért ugrál. Megérkeztünk, mentünk vele, ahogy Viktor mondaná, közúton, meg egy kicsit murvás terepen is. Milyen volt? Azért nehéz egy kicsit megmozdítani a fenekét a kocsinak, nyilván azért a lóerő az nincs a csúcson, tehát ez a 122-t érezni, de valószínűleg azért ez fogyasztási adatokba, élettartalma, motor élettartalma majd azért pozitívba is mehet át, de amit kapunk azért a jó kis arányokat, tehát az autónak az, hogy nagyon komoly hosszú oldala van, és kis rövid kurta fenék, nézzük be, motortér. Zsiguli. Motor ugye hosszában. Ebbe csak 4 henger van, de akár ugye 6 hengeres is befér, és ez itt pedig mind csak az egyéb hűtő, gyűrődőzóna, stb. Tehát ugye ezt szolgálja még az is, hogy az aksit pedig berakták a csomagtartóba. Ami egyébként nem nagy, de mondjuk városi csomagokhoz elég. Tehát... Én megint megkérdezem tőled, hogy mennyit adnál érte, meg mi a reális ár érte, mert ebben te vagy inkább otthon. 2009-es, 149.000, 150.000 kilométer. Ugye nehéz. A magyar piac ugye egy ilyen 2000-es benzinessel lehet, hogy nincs olyan egyszerű dolga az embereknek ladásban, de egyébként pedig amiatt, hogy BMW azért mégiscsak prestige modell, stb. Szerintem 3 millió fölött van ennek az ára, tudjuk.